A 2030-as évek végére összeomolhat az Atlanti-óceán egyik fontos áramlási rendszere, ami az egész bolygó időjárására jelentős hatással lehet. Derül ki egy friss kutatásból. A klímaváltozás hatásait már itt Magyarországon is a bőrünkön tapasztaljuk. Kérdés, van-e még visszaút? Vorsatz Diannát kérdezzük! aki a CEU professzora és az ENSZ klíma testületének alelnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ígértem a nézőinknek, hogy elmagyarázzuk, hogy miért is fontosak ezek az atlanti óceáni áramlatok, és hogy valóban az európai szélsőséges időjárással és a magyarral mindez hogy függ össze. Kezdjük az áramlatokkal. Mit tudnak ezek, miért fontosak nekünk? Tehát ha megnézzük, hogy Észak-Amerikában ugyanaz a szélességi fokon milyen élet van, mint mondjuk London, Helsinki, Oslo Stockholm, és akkor egy akkor egyből megértjük a fontosságát, hiszen Észak-Amerikában már jóval délebről nincsen gyakorlatilag élet, ahol Európa még virágzik, és, és fantasztikus, a leggazdagabb, a legerősebb gazdaságok itt vannak. Ezt egyértelműen a golfáramlatot is tartalmazó áramlási rendszernek köszönhetjük. Sokan golfáramlatként ismerik ezt, de ez egy jóval nagyobb, komplexebb egész óceánáramlási rendszer, amiről beszélünk. Mit tud, hogyan szabályozza a hőmérsékletet, hogy függ össze ez a sótartalommal, ez egy nagyon összetett rendszer. Próbáljuk elmondani nagyjából a működését. Igen, tehát ez gyakorlatilag a déli féltekéről szállít meleg vizet egészen föl Európa északi partjaihoz, ahol lehűl és emiatt lesüljed. És mivel itt a sókoncentrációk is nagyon fontos szerepet játszanak, a sókoncentrációk különbsége a trópusokon és itt az északi sar közelében, ezért nagyon befolyásolja az, hogy most minden vártnál jobban olvad a jég, tehát, mint az északi sark fölött, mint a grönlandi jég is nagyon jelentősen olvad, emiatt rengeteg édesvíz jön az óceánba, ami eddig nem volt, valamint a csapadékviszonyok is megváltoztak jóval több, uh -huh. a, itt az északi féltekén, most a csapadék szintén az változás eredményeképpen, és emiatt ez a sok édesvíz ez felhígítja és elrontja ezt a sok koncentráció különbséget, és emiatt kezd el jelentősen lelassulni. Már most látunk egy, kb. 15-20 százalékos lassulást ebben az óceáni áramlási rendszerben. Tehát a globális hőmérséklet emelkedés az így függ össze ezzel, és ezek gyakorlatilag oda visszahatnak egymásra. Pontosan. Azt nem mondom, hogy oda-visszahatnak, hiszen ezek a globális felmelegedésre nem hat vissza. A, ez az áramlási rendszer, hanem a hőmérséklet elosztása, Hiszen jelen pillanatban ennek az áramlási rendszernek köszönhető, hogy a déli félteke nem melegszik túl, és az északi félteke jelen pillanatban 2-3 fokkal melegebb az egész éves átlaghőmérséket az északi féltekén, mint a délen, és ezt ennek köszönhetjük. És látjuk a, a föltörténeti múltból is, hogy amikor nem volt, mert sokszor volt, hogy ez az áramlási rendszer ez kikapcsolt, ugyanúgy, mint amit hogy most félünk tőle, akkor ez a különbség nem volt meg, és egész, ez egész jégkorszakunkat is tudott kiváltani Észak-Európában. Ez az a pont, amikor szerintem, ugyanúgy, ahogy én a nézőink fejében is ilyen amerikai katasztrófa filmek képei lebegnek sajnos a szemünk előtt, viszont ez a valóság, ez a forgatókönyv, amiről beszélünk. Mi van, hogyha ez az áramlat valóban leáll, akkor próbáljuk pár ország, pár jellegzetes város életét bemutatni, hogy hogyan változik ott az élet akkor? Hát ennyire pontosan azért nem tudjuk megmondani, de nagyjából eh, olyan, eh, hiszen több, nincs olyan nagyon sok kutatás még erre, de ami kutatás van, az azért nem teljesen eh, egy eh, ugyanazt mondja. A legújabb kutatások, például az a tanulmány, amit most jelent meg, aminek kapcsán is gondolom, mi most beszélgetünk, azt például azt jósolja, hogy a Norvégia partjainál akár 40 fokkal, 40 fokos lecsökkenhet az óceán hőmérséklete, a partoknál, meg maga a, a norvég partok akár 20 fokkal átlagkörmérsékletben, éves átlagkörmérsékletben lecsökkenhet. Az jég, az északi sarki jég lejöhet egészen a Nagy-Britannia déli partjaig, Nagy-Britannia déli partjaig, gondolom sokan voltak nyáron esetleg, Nagy-Britanniában egy kicsit sokkoló ez a dolog, Nagy-Britannia éghajlata jelentősen megváltozna, ott is 10-20 fokos éves átlagkörmérséklet csökkenésről beszélünk, de akár Európa közepe is azért jelentős azt nem látjuk pontosan, hogy attól függ, hogy mennyire melegszik az éghajlat a globális felmelegedéssel, hiszen Európa közepében a kettő esetleg talán kioldhatja egymást, tehát itt lehet, hogy nem lesz akkora lehűlés, valahol a kettő között lesz a határ, pontosan ezt nyilván uh -huh. nem tudjuk megmondani, hogy hol van az, ahol, ahol, ahol már ezt a, a melegedést túlkompenzálja. Viszont ez az iszonyatos különbség, ez olyan szélsőséges időjárási jelenségeket fog hordozni, hogy, hogy magák után következik iszonyatos, hát elő. tehát viharokról, szélsőséges csapadékokra, tehát hatalmas szelekre gondom számíthatunk. A másik, amit pedig azért nagyon fontos látni, hogy ez a meleg óceáni áramlás az, ami nedvességtartalommal megtölti azokat a légköri, azokat a áramlatokat, amik az óceán felül az Európa kontinentális részére jönnek, és amiknek köszönhetjük a hatalmas mezőgazdaságunkat, a jó életünket, a rengeteg vizet. Na most, ha ezek az óceán áramlások lehűlnek, akkor sokkal kisebb lesz a nedvességtartalma ezeknek a légköri, ezeknek a a légtömegeknek, tehát sajnos a csapadék lehet, hogy jelentősen lecsökken, lehet, hogy Közép-Európa nagyon jelentősen kiszárad. Mit tudunk tenni? ugyanazt, amit az éghajlatváltozás megelőzésért, nagyon fontos, hogy fölébredjünk, hogy hiába szeretnénk most hatalmas sportkocsikat és röpködni a világon szana szét, és, mert hogy ez tényleg egy csodálatos dolog, viszont ennek hatalmas árát fogják a gyerekeink megfizetni, vagy sokkal még a mi életünkben ez valószínűleg be fog következni, hiszen most azt látja a legutóbbi kutatás, hogy valószínűbb, mint hogy nem, hogy megtörténik, hogy az évszázad közepéig leáll ez az áramlás, és sajnos és onnan kezdve nagyon gyorsan megtörténik ezek a hőmérsékletváltozások, amikre nem vagy, amiket nem is lehet felkészülni, hiszen az abba gondoljunk bele, hogy a, világ, a civilizáció történelme alatt a, a hőmérséklet Egyetlen egy Celsius fokon belül, átlagon belül mozgott. Tehát az egész civilizáció nagyon finoman van hangolva. Egy, egy pontos klímára, azt, hogy mit teszünk, hol leszünk, hol lakunk, hol élünk sokan, azt, hogy mit termelünk, mindez nagyon, az, hogy hol van a vagyonunk nagy része. Uh -huh. Ez mind, és ez egy hatalmas sok lenne, már egy fok változás is hatalmas sok, amikor 10-20 fokról beszélünk, ez, ez gyakorlatilag a gazdaság. Ha ez az, 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 az áramlat leáll, akkor ez nem indul újra, úgy, ahogy leállt. Vagy... Újraindulhat, de nem, nagyon gyorsan nem. Tehát akkor szintén azért itt, itt Tehát akár... Tehát ez az ismert civilizációnk végét is jelentheti? Én azért nem gondolom, hogy az egész civilizáció végét jelentheti, hiszen azért főleg a nagyon nagy hatás az azért az Atlanti-óceán környékén lesz, Európában, Észak-Amerikában, trópusokon is, sajnos ott is, még eh, akár eh, az amazonászi esőerdőben is, például a, a, a csapadékos évszak és a száraz évszak eh, pontosan meg fog fordulni, és így tovább. Ö, ö, én azt gondolom, hogy az európai civilizációra jelent nagyon nagy veszélyt, hiszen látjuk, hogy európai civilizáció egyértelműen ennek a fantasztikusan kellemes klímának uh -huh. köszönhető, és nem véletlenül azért lettünk sokkal gazdagabbak, mint a világ legnagyobb része, hiszen ennek a klímának köszönhetjük ezt. Abban nem érdemes nem bíznunk, hogy a becslések tévednek? Tehát mennyire pontosak ezek az előrejelzések? Hát lehet bízni abban, hogy azért még nincsen ebben tudományos konszenzus. Ez viszont az elég aggasztó, hogy ez az ötödik olyan tanulmány, ami független kutatócsoportok, független különböző módszertanokkal hozzák ki újra ezt az eredményt, hogy bizony nagyon nagy lehet a baj, és ez korábban, jóval korábban történhet meg, mint ahogy gondoltuk. És abban gondoljunk csak bele, hogy lehet, hogy nem biztos, de felülünk arra a lepülőre, amire azt mondják, hogy hát valószínűleg nem zuhan, de, de azért lehet. Én azt gondolom, hogy itt kellene fölébrednünk, hogy itt nagyon nagy veszélyről van, az, az egész európai gazdaságnak, az egész európai civilizációs és életnek nem kockázhatunk tovább. Legyen így, hogy ébredjünk föl, köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget.